Nos, ugye hát tanulás volt a házi feladat, és hát a Redmentában kezdtünk. Ugye hát a visszajelzéseket pedig folyamatosan készítem, tehát majd érdemes lesz rá nézni, hogy éppenséggel mi, hogy sikerül. Jó, tehát hogy ez fontos, és hát megyünk tovább természetesen. Tehát hogy ugye nem beszéltünk, hogy mik lesznek azok az egybevágósági transformációk szorzata. Hát nem nagyon lesz nehéz, ugyanis annyit fog jelenteni, hogy hát geometriai transformációk egymás utáni elvégzését jelenti. De hát ugye a legfontosabb az, hogy hát ez mit is jelenthet. Például van egy O pontra vonatkozó tükrözésem, és van egy vektorral, tehát egy V vektorral való eltolásom. És hát én felírhatom, hogy akkor egy P pontot például először akkor eltolok egy vektorral, ezzel a V vektorral, majd a P vesszőt, azt O pontra tükrözöm, ugye ez lett az F-szer G transformáció. Na most itt fontos, hogy jobbról balra, vagy más néven mondhatjuk úgy is, hogy belülről kifelé hajtjuk végre. Tehát nem az olvasási sorrendünknek megfelelően, tehát nem F-szer G, akkor nem az F-fel kezdem, hanem G-vel kezdek, és utána hajtom végre az F-et. Tehát itt a sorrend nagyon fontos, ezt tessék megjegyezni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt mindig elfelejtik, és éppenséggel F-fel kezdik. De hát akkor nézzük is meg, hogy ez mit jelent. Van a koordináta síkon egy ABC H-háromszögem, és hát origóra vonatkozó tükrözést jelent az F-transformáció, a G pedig eltolást egy vektorral, melynek a kezdőpontja az origó, de a végpontja a 7, 0 pont. Az a feladat, hogy rajzold meg a G-szer F-transformációval kapott képét, írd fel mindkét esetben az új csúcspontok koordinátáit. Ugye G-szer F, vagyis akkor én először origóra tükrözök, majd utána eltolok. Tehát F-et hajtom végre először, aztán a G-t. Na nézzük is meg, hogy ezt hogy teszem. Nos, vegyük fel a három pontot a koordinátorrendszerben, és ugye nekem a GF transformációt kell végrehajtani, tehát először az F-et kell, ami az origóra vonatkozó tükrözést fogja jelenteni, majd utána nekem el kell tolnom ezzel a V vektorral, ami az origóból indul és a 0,7 pontba mutat. Vagyis akkor először most végrehajtom a tükrözésemet. Hát jó, akkor megvan az A, ugye látjuk, hogy mindkét koordináta ellentétes előjelet itt vesz fel, mindegyik esetében is, tehát hogy ez így fog kinézni az én új háromszögem, és hát ezeket a koordinátákat kell leírni, ugye 1 mínusz 1, 4 mínusz 4 és 1 mínusz 6. Vegyük észre azt, hogy ebben az esetben hát igazából ugyanúgy hajtom végre, mintha nem koordinátorrendszerbe csinálnám. Tehát éppenséggel összekötöm az A pontot az O-val, meghosszabbítom, és hát ugyanazt lépem le. Tehát, hogy a körzővel, ha leméred, akkor ezt kell megkapnod. Ugyanezt megcsinálom a B-vel, összekötöm, és akkor ugyanazt a távolságot lemérem. És ugyanígy C-vel is, és hát ezeket kapjuk gyakorlatilag. Majd pedig most el kell tolnom a vektorral. Ugye ez azt jelenti, hogy hát nem lépek y-tengelyen sem ennyit sem, mert nullából megyek, és a 7 hetet fogok odébb lépni jobbra. Tehát akkor igazából az első koordinátához hozzá kell adnom mindenhol hetet, és így kapom meg a három végeredményemet, és ezt a három pontot kellett megadni. Tehát alapjáton nem annyira bonyolultnak hangzik, tehát jó, mondjuk ez nem volt egy bonyolult vektor, de a lényege nem változik, hát ezt kell megcsinálnom. Na nézzünk egy másik példát. Most egy négyszögem lesz adva ezekkel a koordinátákkal, és hát én most egy egyenesre fogok tükrözni, méghozzá az y egyenlő x minusz 3, és hát van egy G, ami egy eltolást fog jelenteni, méghozzá egy olyan vektorral, aminek a P lesz a kezdőpontja, a 4, 3, a végpontja pedig hát ugye a Q, a mínusz 2, mínusz 1 pont. Ugye a vektor az egy irányított szakasz, aminek van kezdőpontja és van végpontja, tehát ugye hát akkor ezeket fogjuk mi megnézni. És hát az a feladatunk, hogy rajzold meg az ABC háromszög F-szer G transformációval kapott képét, és írd fel mindkét esetben az új csúcspontok koordinátáit. F-szer G, vagyis akkor G-vel kezdek, először fogok eltolni, aztán fogok tükrözni. De még mielőtt ezt megtenném, hát én nyilván egy koordináta rendszerben felveszem az adataimat.
Nos, ugye az A pont volt a 0,2, a B pont a 7,4, a C az az 5-3, a D pedig a -2-5. Tehát ugye itt van, hát végülis ez egy parallelogramma egyébként. Nos, ugye akkor nézzük meg még egyszer, ugye bár maga a feladatom, ugye azt mondta, hogy először eltolok egy olyan vektorral, aminek a kezdőpontja a 4,3, végpontja a -2-1, vagyis akkor felveszem ezt a vektort, tehát akkor ugye, ja, hát jó, ez lett az egyenes, akkor először az egyenest vettük föl, akkor az egyenes az, hát ugye -3-ban metszi az y-tengelyt, és a meredeksége egyet jobbra, egyet felfele. Ugye ne felejtsük el, ez az y, ez igazából fx egyenlő x-3, tehát hogy ez ne keverjen meg minket, ugyanúgy ez egy sima egyenes, -3-ban metszi az y-tengelyt, és a meredeksége egyet jobbra, egyet balra. Vagyis, hogyha megfigyeled, akkor valóban egyet jobbra, egyet balra, egyet jobbra, egyet fölfele, egyet jobbra, egyet fölfele, egyet jobbra, egyet fölfele. Jó, és akkor nézzük akkor a poépontot, ugye 4,3-ba, és mutat a -2-1-be, tehát megvan a vektorom is. Ugye itt azt érdemes megnézni, hogy P-ből hogy jutottam el a Q-ba. Hát, ha jól látom, akkor 1, 2, 3, 4-et léptem lefele, és 2, 4, 6-ot léptem balra. Vagyis akkor nekem ugye ezt kell először végrehajtani, és minden egyes pont koordinátával ugyanezt lépem. 4-et lefele, 6-ot balra. 4-et lefele, 6-ot balra. Így kapom meg, ugye az A pont esetén 4-et lefele, tehát -2-be jövök, 6-ot balra, az pedig -6-ot fog jelenteni. B-nél ugyanez. 4-et lefele, 6-ot balra. Ugyanez a C-nél. 4-et lefele, 6-ot balra, ugyanez a D-nél. 4-et lefele, 6-ot balra. Bocsánat, itt nem nagyon látszódik, az a -8,9. Hát igen, ez nem annyira fél bele. Na mindegy. Jó, és akkor hát most pedig ugye tükröznöm kell az egyenesre. Hát ugye itt, ha szerkesztem kell, akkor B-be bököm a körzőmet, például ugye B-vesszőbe, kimetszek a két szakaszt az egyenessel, ugye a körző segítségével, és hát tulajdonképpen a két pontból körülvezek a másik irányba, a B távolsággal is meg is van B2 vesző. Tehát, hogy így viszonylag egyszerűen lehet így megkapni. Az A esetében az 1 -9 lesz, a B az a 3 -2, a C az -4 -4, a D az pedig, főleg ha megtalálom, ó, az itt van lent, az pedig a -6-11. Tehát itt nyugodtan lehet használni a szerkesztéseket, majd kicsivel később megtanuljuk, hogy ezt hogyan lehet egyszerűbben felírni, de egyelőre nyugodtan szerkesztéseket kell használni. Én azért csinálom koordinátorrendszerbe, mert nekem egyszerűbb, tehát sokkal több időm megy el, hogyha szerkezgetek, mint így jelen esetben. Nézzünk egy másik példát. Ugye ez egy kicsit más, itt háromszögem van, lesz egy P pontra vonatkozó tükrözés, és lesz egy origó körüli plusz 90 fokos forgatás. Hát rajzoljuk meg a GCRF transformációval kapott képét, írjuk fel a csúcsok koordinátáit, tehát most megint F-fel kezdek, tehát akkor pontra tükrözök, majd origó körül forgatok 90 fokkal, tehát szerkezgetem meg őket. Na most én itt most csak megmutatom a végeredményeket, mert az időm szűkös, de te szerkezd nyugodtan. Nos, akkor nézzük gyorsan. Tehát ugye megvannak a pontok, akkor először fogok az P pontot tükrözni, ugye akkor hát itt megvannak a koordináták, ugye 5-3, 0-5 és 7-5 lesz az első esetben, és amint forgatgatok, az 3-5, 5-0 és 7-7 lesz az elforgatás eredménye. Tehát a 90 fokos elforgatást azt ugyanúgy hajtom végre, mint hogyha szerkesztenénk, tehát éppenséggel a pontot azt el fogom forgatni 90 fokat, tehát itt derékszöveket kellett szerkezgetni. Nos, nézzük a másik esetünket. Ugye a koordináták között egy csomó összefüggést észre lehet venni, gondolkodjon és szóljon, hogyha észrevett valamit. És akkor hát ez lesz a házi feladat, ne felejtsd el, hogy melyikkel kell kezdeni.